Még elég elhagyatott, csak páran bicikliznek, futnak a Dunaparton reggel. A tervek szerint nagy tömeg lesz pár hónap múlva ezen a részen, ahol már egy megálló is van. Itt hajókra lehet majd felszállni és tovább menni. BKV bérlettel ingyen. A budapestiek újra használhatják a bérletükkel hivatásforgalomban a hajókat Budapesten, azért ez több évtized után egy fontos előrelépés lesz. 20 évvel ezelőtt még több mint 1 millióan utaztak hajóval a Dunán, most csak a turisták. Itt az Árpád hídnál lesz az egyik legújabb kikötő. Innen nagyjából 3-4 óra alatt lehet majd eljutni a végállomásig a Boráros térig. Egyelőre 4 régebbi hajóval lehet majd júniustól utazni, akár már reggel 7-től, így akár munkába is elviszi az embereket. 10 helyen áll meg, főleg a pesti oldalon. Csúcsidőben fél óránként, utána óránként lehet rá felszállni, ezrek utazhatnak majd rajta. És ez pedig már az úgymond végleges formaterv. Iglói Nagy Péter formatervező a legújabb hajótervét mutatja, amely a diplomamunkája volt a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen. A 32 méter hosszú jachthoz hasonlító hajó akár 50-nel is tud menni, és egyszerre 160 ember utazhat rajta. Naponta több tízezren mehetnek vele a Megyeri hídtól az M0-ásig, de ehhez a kikötőket is fel kellene újítani. A kikötőkben is meg kell változtatni magát a kikötési struktúrát ahhoz, hogy tényleg egy hatékony, gyors kikötési metódus lehessen. Egy ilyen hajó több 100 millió forintba kerül, és több is kellene belőle. Azt szeretnék, hogy pár év múlva kevesebben üljenek autóba, és inkább hajóra szálljanak, ha utazni akarnak Budapesten. Így kisebb lehet a dugó a városban.